Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A cseh Daniel Babor nyerte a kerékpáros Nyíregyháza nagy díjat. A 10. helyen fejezte be a bajnokságot a Spari. 26-24-re verte az MTK Budapestet a kisvárdai női kézilabda csapat. 9 sportoló portréja került fel a bajnokok falára Újfehértón. Nyíregyházán rendezték meg a 15. Medibol országos bajnokságot. Nemzetközi tornát nyert Bécsben, Ultimate Frizzy sportágban az Apácai. A cseh Daniel Babor nyerte a kerékpáros Nyíregyháza nagydíjat. Jövőre junior világkupa versenyt rendeznek a megyeszékhelyen. A nézők szerintem jól érezték magukat, a versenyzők visszajelzése pozitív, úgyhogy én belemerek vágni a júliusi versenyekbe, illetve belemerünk vágni szakmai háttérrel, ezzel a szakmai háttérrel belemerünk vágni a jövő évi világkupába is. Mekkora logisztikai feladat volt ennek a versenyek a lebonyolítása? Ennek a háztunk körüli versenynek a lebonyolítása, ez gyakorlatilag 25-30 embernek a munkája, nem kis munkája, de ez egy teszt volt, mert ugye a júliusi V4 versenynek ez a logisztikai feladat, ez körülbelül a 10-szerese lesz. A jövő évi pedig annak a 5-6-szorosa. Mezőny létszámás szimulát tekintve mennyire felelt meg az előzetes várakozásodnak? Volt két külföldi csapat, akikre számítottam, de mivel Ausztriában is, illetve Szlovákiában is UCI viadal van, így ők nem tudtak eljönni, de szerintem ez semmit nem csökkentett a színvonalán a versenynek. Nagyon masszív, erős viadal volt, a végére a nézők is egy kicsit ráéreztek, és sikerült felhergelni a kerékpárosoknak a nézőket. Egy hektikus viadalnak voltunk szemtanúi a végén. Azt nem mondhatjuk, hogy egy új sportág mutatkozott be Nyíregyháza belvárosában, de egy sportág új formában mutatkozott be Nyíregyháza belvárosában. Milyenek voltak a mostani verseny tapasztalatai? Nagyon pozitívak, azt mondták nekem a szakemberek, akik versenyt szerveztek már nem egyet, a Kerékpáros Szövetség elnöke, alelnöke, hogy kiválóan sikerült minden. Nagyon örülnek, hogy ilyen fogadókész Nyíregyháza, ilyen partnerre találtak. Itt a belvárosban nagyon jó volt a pálya, az érdeklődés. Én elmondtam, hogy itt már komoly hagyománya van a kerékpározásnak. Na nem ilyen versenyszinten, hanem szabadidősportként, hiszen nem sokára lesz ugye a Michelin Bringa Fesztivál, 11 óta minden évben megrendezésre kerül. Elindult tavaly a Bringa Piknik, ez jövő szombaton lesz, és a Bringa Város pedig szeptemberben másodszor, és hát vannak kerékpárutat, és vannak kerékpározók, úgyhogy nem áll meg itt a dolog, hiszen júliusban V4 befutó lesz Nyíregyházán, és amit most bejelentettünk, az egy óriási dolog. 1928 óta nem volt Magyarországon világbajnoki futam országúti kerékpárba, most pedig a szövetség pályázott, és Nyíregyházára tervezzük a junior világbajnoki futamot országúti kerékpárba. Tavaly ugye belvárosban láthattak rallit, az idén lesz jetskivel Nyíregyháza nagydíj, és hát elképzelhető, hogy a kerékpáros olyan következő sportág, ami hosszú távon is gyökeret vett a városban, ezen a szinten is? Így van, hiszen arról beszéltünk, hogy ne egy alkalom, hanem hagyomány, és ezt ők is így gondolják, az Európai Szövetség is, tehát általában ez beépül a versenynaptárba, úgy, mint a rallinál például, és akkor minden évben azonos időpontokban, azonos helyszínen vannak a nemzetközi nagyversenyek. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz a következő évi világbajnoki futammal. Elindul egy olyan dolog, ami évenként ismétlődik. A Gyirmót elleni 1-1-ös döntetlennel fejezte el a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Zoránc Pisiák együttese a 10. helyen végzett a 20 csapatos NB2-ben. A csapatot, amikor átvettük, elég mély szituációban volt, komplex szituációban volt, az öltözőben is elég rossz hangulat volt, vagy negatív inkább azt mondanám, úgyhogy elég komplex volt az egész, de mire számítottunk? Számítottunk egy kemény munkára, egy nagy feladatot vállaltunk be, mert sok területen fel kellett építeni, akár a csapatot, akár egyéni játékosokat, be kellett építeni, fel kellett építeni a fiatalokat, taktikusokat,
taktikai szempontból azt mondom, hogy nagyon sokat kellett foglalkoznunk, azért a meccselemzés is változott, nagyon sok óraországot kellett nézni, kinézni, megnézni, hol vannak a hibák, milyen hibák, és hogy kell ezeket megoldani. Sok új dolgokat beépítettünk az edzésbe, amire azt mondom, hogy annak is idő kellett, hogy akkor beéleszkedjen a meccsbe és a játékba, hogy abból eredmény is legyen. Úgyhogy ezek a dolgok, ami egyből az elején, amikor kezdtük, már tudtuk, hogy ezt kell, időben nem tudtuk, hogy mennyit majd vesz. Az elején egy kicsit döcögös volt, egy kicsit nehezebb, egy kicsit rozsdásabban kezdtük a bajnokságot, de ahogy telt az idő, azt mondom, hogy a csapatnál nevelkedett az önbizalom, és onnan már elértük azt, hogy akkor a csapat már 10 mérkőzést veretlenül tudta lehozni. 7 olyan meccs volt, ahol nem kaptunk gólt, és ezen építettük a játékosokat és a játékunkat. Taktikai utasításokat elfogadták a játékosok és a csapat, és annál magabiztosabbak voltak a pályán. Többet tudtunk kihozni a meccsekből, és azt mondom, hogy ez a 17 meccs, 31 pont mutató annak, hogy ebbe a csapatba van potenciál. Persze ez csak egy induló pont, jövőben erre kell építeni, és kell számítani arra, hogy akkor nagyobb esélyünk van, hogy akkor kitűzött célokat el is tudjuk érni. Ilyenkor ugye még minden csapatnál kérdéses, hogy milyen kerettel vágnak a következő szezonnak, mikor alakulhat ki helye közel nagyjából a 2019-20-as keret. Folyamatban van minden, mi megvártuk az utolsó mérkőzést, ami tegnap lezajlott, lezárkodott. Innentől kezdve most már lesznek mozgások. Mi számítunk, hogy 5-6 játékos biztos, hogy el fog menni. 5-6 játékost, új játékost fogunk hozni. Persze mi minőségről gondolkozunk, hogy ezt meg kell erősíteni, ezt a keretet több poszton. Úgyhogy erre van most a következő fázis, a következő pár hétben erre lesz a hangsúly, és ezen fogunk dolgozni. Milyen szerepet kaphatnak a jövőben a fiatalok? Mindenféleképpen én azt mondom, hogy Spari az a klub, amelyik nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy tegye a fiatal játékosokat az utánpótlásba. Ott kell keresni mindig azokat a tehetségeket, akikkel többet kell foglalkozni, hogy minél hamarabb érjék el azt a szintet, hogy be tudnak érezkedni az első csapat, akár az edzéseken, akár a meccseken. De mindenféleképpen nagy hangsúlyt fogunk tenni arra, hogy minél több saját nevelési játékos hozzuk fel az első csapathoz. Nem lesz hosszú a pihenő, a felkészülés kezdetéig megvan-e már a szabadságra program? Minden ki van dolgozva, úgyhogy a játékosok még 2 napig itt vannak, bizonyos teszteket megcsináljuk, hogy megnézzük, hogy milyen állapotok zártuk le a bajnokságot. Visszatérésre csinálják az új teszteket, megnézzük, hogy milyen állapotban érkeznek a szabadság után. Persze az, hogy hol fognak tölteni a szabadságot, abban nem fogok beleszólni, nem nagyon akarok ebben foglalkozni. Nekem is van, 2 évig még nem voltam otthon, mert sűrű volt a program. Most a következő 2 hétben erre lesz a hangsúly, a családdal eltölteni egy pár órahosszát és pár napokat, és onnantól kezdve visszatérni a munkához teljes mértékben, új energiával, új célokkal, és nekiállni a következő szezonnak. Egy meglehetősen hosszú bajnokság ért véget a Gyirmót elleni döntetlenne, a 10. helyen zárt a csapat a szezont. Gondolom azért nem lehet azt mondani, hogy elégedettek lennétek akár ti, akár a szakmai stáb. Igen, hát azért elég hosszú bajnokság volt ez, és tényleg már így jól esik, hogy vége van egy kicsit, és haza tudunk menni, pihenni a családdal, akár kikapcsolódni, elmenni, nyaralni, pihenni, feltöltődni a következő szezonra. Nyilván ugye ez a 10. hely, ez nem volt betervezve, mi sem ezt szerettük volna a csapaton, mind a csapaton belül, mind a vezetőségen belül, nem ez a 10. hely volt megcélozva. Sajnos ezen már nem tudunk változtatni, ez az év lement. Én bizakodó vagyok, hogy jövőre mindenféleképpen ott leszünk a feljutásért, és sikerül a feljutás. Úgyhogy nyilván ehhez tényleg most kaptunk egy jó szakmai stábot, akikkel megmutatta a csapat tavasszal, hogy azért képesek komoly sorozatokat, eredményeket elérni. Úgyhogy én mindenféleképpen bizakodó vagyok a jövő szezonnal kapcsolatban. Mennyire volt nehéz fenntartani tavasszal a motivációt magatokban, hiszen viszonylag hamar eldőlt, hogy nem fölfelé, nem lefelé kell figyelgetni? Szerintem mindenkinek megvan az egyéni motivációja. Én nem szoktam a tabellát nézegetni. Én minden meccsre úgy megyek ki, hogy tényleg hozni kell a maximumot és segíteni a csapatot. Szerintem megérdemli ugye ez a város, hogy legyen egy normális foci csapat,
és sikereket érünk el együtt, ami tegnap is éreztünk azért, hogy a szurkolók azért a csapat mellett vannak, még úgy, hogy azért tényleg 10. helyre futott be a társaság, de az, hogy amikor a meccs végén ott együtt tudtunk ünnepelni, tényleg az egy kicsit így a fiataloknak is egy ilyen, szerintem egy olyan érzés, olyan löketet tud adni akár a jövőre nézve, ami nagyon fontos, és nem véletlen, hogy a szurkoló ugye a 12. játékos a csapatban, mert tényleg az, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy itt Nyíregyházi, de úgy jönnek a csapatok, hogy itt sok keresni valójuk ne legyen. Két gólos győzelemmel zárta a szezont a kisvárdai kézilabda csapat. Dévényi János együttese az MTK Budapest ellen nyert 26-24-re. A kisvárda a 8. helyen végzett a bajnokságban. Hát elsősorban gratulálunk a kisvárdának a győzelemhez. Hát nagyon örülök, hogy így alakult az a mérkőzés. Persze jobb lett volna győzni. Így, hogy ennek a mérkőzésnek olyan sok jelentősége nem volt, és legjobban örülök, hogy ezt a 60 percen keresztül ugyanúgy küzdöttünk, mint az egész évben, azt a 26 meccsen keresztül, hogy hova jutottunk. Erre is büszke vagyok, hogy azon a helyen zártunk ezt a bajnokságot. Hullámzó volt a mai mérkőzés, voltak jó periódusai, kevésbé jó. Sajnálom, hogy nem sikerült innen szerezni vagy egy vagy két pontot, de örülök itt, amit láttam és amit tapasztaltam ott a pályaszélen. Minden, amit megbeszéltünk, próbáltunk lejátszani, de hogy küzdöttünk 60 perccel keresztül, az legnagyobb öröm. Én is szeretnék elsőnek gratulálni a kisvárdának, és tényleg nagyon büszke vagyok én is a csapatra, mert szépen vissza tudtunk jönni a második félidőbe, és tényleg ez egy nagyon nagy pozitívum, és tényleg úgy jöttünk le, hogy játszunk egy jó meccset, és próbáljuk megnyerni ezt a mérkőzést. Az elején egy kicsit belehibázgattunk, ebből elment a kisvárda, de tényleg nagyon örülök, hogy vissza tudtunk jönni a második félidőben, és egy jó harcra készítettük ezáltal a kisvárdát. Elég hektikus volt a mérkőzés, ugye az elején rengeteg olyan bosszantó hibát követtünk el, amire készültünk, tehát rengeteg könnyű gólt kaptunk rendezetten védelem ellen, amit külön gyakoroltunk az edzésen, hogy helyezkedjünk feljebb, tehát nem kellett igazán harcolni az MTK-nak, távoli zónákból úgymond szétültek bennünket, aztán hogy felkeményedett a falunk, illetve Radojevic beállásával a támadójátékunk is feljavult. Fél időre sikerült kialakítani egy nagyobb különbséget, amit a másik fél időben még jól kezdtünk, sikerült is plusz egyel, de utána a Zsinórban négy kiállítás, illetve Nóri igen jól teljesített, kimondottan örülünk, jövőre még jobban fogunk ennek örülni, hogyha ilyen védési mutatóval fog rendelkezni. Ezzel vissza is jöttem a meccsbe az MTK-s, sőt még fordítani is tudott, de a végére felébredtünk, és végre egy végjáték, amit tudtunk jól teljesíteni. Sajnos az évünk nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, előrébb szerettünk volna végezni a tabellán, de mindazonáltal azért örülünk, hogy a hazai közönségtől egy jó, izgalmas mérkőzésre és a végén győzelemmel tudtunk búcsúzni ettől az évtől. További sok sikert kívánok az MTK csapatának a jövőben, Bovának a ifjúsági Európa-bajnoksághoz ugyanolyan érmet hozzon el, mint tavaly elhozott világbajnokságon, azt kívánom, és jó pihenést kívánok mindenkinek a mezőnyben és a játékosok között. Tényleg egy hullámzó mérkőzést játszottunk. Nehezen kezdtünk, de aztán belelendültünk, jó előnyt kiharcoltunk, viszont a második fél időben jött egy hullámvölgy, amiből örülök, hogy tényleg a végén győztesen jöttünk ki. Nagyon boldog vagyok, hogy a közönségünktől hazai pályán győzelemmel búcsúztunk, hiszen tényleg egy hullámzó szezonon vagyunk túl. Nem voltak nehéz periódusaink, voltak jobb periódusaink, de úgy gondolom, hogy ránk fér a szünet, és csak köszönöm szépen így mindenkinek, hogy amit itt kaptam támogatást. 9 sportoló portréja és eredménylistája került fel a bajnokok falára az újfehértói szabadidőközpontban. A kezdeményezéssel tisztelegnek a város legeredményesebb sportolói előtt, valamint példát kívánnak mutatni a fiatalok számára. 2 évvel ezelőtt egy baráti beszélgetés alkalmával jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt a Újfehértói Szabadidő Központot felemelnénk egy úgynevezett bajnokok falával, hogy a híres újfehértói elszármazott és újfehértón élő sportolóknak a képeit kiraknánk.
milyen kritériumok alapján válogattatok? Nem volt kimondottan kritérium, de azért nemzetközi szintű eredményeket kellett elérni ahhoz, hogy valaki ide felkerülhessen. Vannak még üres területek a falon, ismered az utánpótlás, mennyire ambiciózusak, mennyire tehetségesek az új pályatói fiatalok? Láttuk itt, hogy vannak fiatal kempósok, én elsősorban rájuk gondolok, hogy biztos, hogy lesz olyan, hogy egy-két év múlva az ő képük is kikerül, ezért is mondtam azt, hogy itt egy ösztönző, hogy fel lehet kerülni erre a falra. Háttérben épp egy futballmeccsre melegítenek, egyébként milyen sportélet zajlik itt a sportcsarnokban. Nyíregyházáról például a Nyírségen SC női csapata az MB2-es mérkőzését itt játsza, Nyíregyházáról sok csapat jár, illetve a helyi fiatalok, baráti társaságok itt töltik a szabad idejüket. Kettős apropója is volt ennek a mai rendezvények, egyrészt felavatták a bajnokok falát, másrészt pedig köszöntötték azokat a kempósokat, akik közül néhányan ott vannak a falon. Lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag már elvárás az, hogy így szerepjen, hiszen most 22 éremre jöttek haza a világbajnokságról. Így van, Újfehértó rendkívül büszke ezekre a fiatalokra, kevésbé fiatalokra, hiszen olyan eredményt produkáltak az elmúlt időszakban is, a legutóbbi spanyol világbajnokságon is, ami azért példaértékű lehet az egyéb sportágak számára is. Most már mondhatjuk, hogy Újfehértó nevét és az újfehértói kempót megismerték a világbajnokságokon, világkupákon. Én szeretném megköszönni a szülőknek is azt az önzetlen hozzájárulást, amivel támogatják az Egyesületnek ezt a fajta munkáját. Természetesen az önkormányzat is a maga szerény eszközeivel hozzájárul, hogy minél többen és minél tovább tudjuk öregbíteni a város hírnevét. Nem csak kempósok vannak a falon, hanem más sporták a képviselői is. Mennyire jó városmarketing az, hogy például Papp Klaudia akár a város második olimpikonja lehet? Én úgy gondolom, hogy ez az elgondolás az ötletadóknak egy rendkívül szerencsés elgondolása volt, hiszen nagyon sokan megfordulnak, újfehértőiek és nem csak újfehértőiek itt a csarnokban, és nap mint nap láthatják azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni, mi az élete során mi mindent tud produkálni az ember a sport területén, itt most kimondottan a sportolókról van szó. Egyébként városvezetőként azt szoktam mondani, hogy én rendkívül büszke vagyok arra, hogy az élet minden területén nagyon sok sikeres újfehértői személy volt a elmúlt időszakban is, jelenleg is, és én bízom benne, hogy a jövőben is lesz. Nyíregyházán rendezték meg a 15. Medibol országos bajnokságot. A Bemiskola tornacsarnokában több kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők. Nyíregyháza központtal indultunk el, és egy maroknyi kis csapattal, gyakorlatilag 20-30 fővel, ahogy elindult ennek a kimunkálása, és országos programokkal, úgyhogy oktatóképzővel, versenyekkel, most már ott állunk, hogy a sportági szövetséget szeretnénk létrehozni. Nagyon sok gyakorlóval, most is 120-130 fő közötti versenyzői létszám van itt a teremben. Úgyhogy egy jelentős lépés volt. Nemzetközi sikerek vannak mögöttünk, nem csak a saját bajnokságaink. Sportág, vagy több mint sportág a Medibol? Bőven több, mint sportág, ugyanakkor nagyon fontos látni a versenynek a lehetőségét az ember számára. Szeretnénk látni, ugyanis a normál nyugodt körülmények között megteremteni azt a feltételrendszert, amiben az ember fizikális, mentális, érzelmi képességei, az intelligenciának megfelelően működik. A verseny azt a célt is szolgálja, hogy egy tét helyzetben megméretetni magunkat. Mind az iskolások ismerik ezt a nehézséget, mind az élversenyzők, hogy bár benne van a kemény munka abban a felkészülésben, de nehéz helyzetben gyakran megremeg a kéz, gyakran egy picit a figyelem kihagy, és vajon hogyan lehetne, hogy mindig a maximumot hozva. Szinte idillikus az egész, de erre törekszünk. Milyen versenyszámúban mérik itt össze tudásukat a részvevők? Kreatív gyakorlatok, amiből egy picit talán majd itt látnak is a nézők, illetve mérkőzések. Az egyik az nyertes-vesztes kategória, nyilván bírói segédlet mellett pontok, és két nyert szettig játszunk, 15 pontot kell elérni, hasonlóképpen, mint az ilyen típusú játékokban egyaránt. A labda kezelése más. Centrifugális erő segítségével tartjuk a pályán, és körpályán mozgatunk felesleges erő hozzáadása nélkül. A kreatív mozgás pedig zenére történik, ismerve a mozgás elveket, kifejezve azt, hogy térben, időben dinamikailag, hogy rendeződik az ember, és a kifejezés, a gondolat és az érzés, ami megjelenik az emberben, mint az önkifejezés szintjére érve művészi szintű mozgásokat hozunk létre.
említetted, hogy 120-130 versenyző van itt, honnan érkeztek Nyíregyházán kívül, hol vannak bázisok az országban? Legtávolabbiak Győrből jöttek, illetve Szombathelyről, tehát a Dunántúlnak és a túlsó széléről. Közelről, Debrecenből, Nyíregyház, illetve Szabolcsi kis települések, de Budapest, Szolnok, Nagykáta, Albert és a sok helyről vagyunk. Igen, nagyon sok helyen van már benéből az országban. Említetted a nemzetközi sikereket, azt tudom, hogy többször megfordultatok Kínában. Ebben az évben milyen versenyek, nemzetközi versenyek állnak előttetek? Nagyon megérezted, Máté és Julcsi, két versenyzőnk kedden utazik Kínába. Lesz egy nemzetközi szintű edzőképzés, illetve azt követően Pekingen pedig egy bajnokság, mérkőzés és kreatív kategóriába versenyeznek is majd természetesen. Tehát az évben ez a legnagyobb nemzetközi esemény, amire azt gondolom, hogy reálisan el tudunk jutni. Nemzetközi tornát nyert Bécsben Ultimate Frisbee sportágban az Apácai együttese. A Bodnár Mihály által irányított csapat az U15-ös korosztályban végzett az élen. Ez egy elég új sportág még Magyarországon. 1992-ben két amerikai fiatal érkezett Ózra, és ott kezdték el ezt a játékot, az ottani középiskolásokat vonták be, és próbálták ezt meghonosítani. Onnan indult lényegében útjára Magyarországra. Ide az Apácaiba 2015 őszén érkezett, de igazából ezek a gyerekek, akiket most is láttunk a háttérben, 2016 tavaszán kezdtek el ismerkedni ezzel a sporttal. 3 éve azóta pedig már rendszeresen, heti rendszerességgel tartunk edzéseket, és járunk most már versenyekre is. Mit kell tudni a szabályokról röviden, mihez hasonlítható? Lényegében nagyon egyszerűek a szabályok. Egy kézilabda méretű pályán játsszák a fiatalabbak ezt a sportot, füves pályán. A pálya két végén egy-egy zóna terület helyezkedik el, mint az amerikai foci pályán. Oda kell a korongot eljuttatni, úgyhogy a csapattársam kaphassa el a korongot, ekkor szerezhetünk pontot. Igazából a fontosabb szabályok közé tartozik még az, hogy akinél a korong van, az nem léphet, és 10 másodperce van, hogy eldobja a társának a korongot. Ha a korong földet ér, vagy a másik csapat megszerzi, akkor ők támadhatnak és próbálkoznak azzal, hogy eljutassák a korongot a másik zónába. Több sikert ért el a csapat. Beszéljünk egy picit a nemrégiben Ausztriában rendezett nemzetközi tornáról, első helyet értetek haza. Ez nagy meglepetés és nagy öröm és nagy büszkeség a csapat számára, hogy a nemzetközi porondon is megmutathattuk, hogy mit tudunk. Bécsben voltunk április végén egy nemzetközi tornán, U15-ös korosztályban 10 csapattal tudtunk játszani. Ebből 4 osztrák, 3 olasz és egy budapesti csapat volt, akikkel mérkőztünk, és hát sikerült a döntőbe. Egyébként örömmel mondhatom, hogy pontosan a két magyar csapat jutott a döntőbe, de a budapesti csapatot lényegében sikerült a végén 6-2-re legyőznünk, és így ezt a tornát megnyernünk, ami azt gondolom, hogy nagy öröm számunkra. Bejutott a csapat a Diákolimpia országos döntőjébe, és milyen esélyekkel hol rendezik a döntőt? Május 25-én Gödöllőn lesz az országos döntő. Az eddigi két diák olimpián egy ezüstérmet és egy bronzérmet szereztünk már. Hát nagy álmunk, hogy egy aranyérem is a vitrínbe kerülhessen. Meglátjuk, esély van arra, hogy dobogóra kerüljünk, reméljük, hogy összejön az aranyérem is. Országos bajnokságban szerepel a csapat. Igen, az elmúlt évben U13-ban mind a 3 országos bajnokságot megnyertük, mind a 3-on azt kell érteni, hogy a koedukált bajnokságot is, a fiú bajnokságot és a lány bajnokságot is meg tudta nyerni ez a társaság, ez a csapat. Idén egy kicsit más rendszerben, mint a futballban, tehát NB1-es felépítésben fogják most már ezt a bajnokságot rendezni. Ők még U13-asak, de az U15-ös korcsoportban mi is elindultunk. Éppen most a hétvégén Budapesten volt az első fordulója, ahol 2 győzelmet és 2 vereséget szereztünk, de ebben a korcsoportban azt gondolom, hogy tisztességgel helyt álltunk idén is. Vannak válogatott keretek, vagy csapatban kik ők? Igen, nagyon nagy boldogság számunkra, hogy nyáron 3 nyíregyházi tanuló, és el kell mondani, hogy 3 apácai
apáca és diák képviselheti Magyarországot majd Klagenfurtba, a United World Games játékokon, ahol a frisbee is meg fog jelenni, és három tanulónk, Takács Orsolya, Takács Bence és Teremi Bercel, azok, akik válogatottak lettek. Azt gondolom, hogy ez rendkívüli történet az iskola életében is, illetve azt gondolom, hogy a nyíregyházi frisbee olyan módon mutathatja meg magát most már, hogy igen, mi is itt vagyunk a frisbee palettáján. Az apácai évtizedek óta kosárlabdával azonosítják a sportról, van szó, kiderült, hogy most már nem csak a kosarasok érdekel szép eredményeket, milyen egyébként az iskolában a sportélet? Igen, hát ez egyértelmű, hogy a tradicionális sportág az a kosárlabda, mindkét fiam nekem is kosarazott, az apácaiban kezdték a sportéletüket, ez most is így van, a fiúk is és a lányok is nagyon szép eredményeket érnek el, de meg kell említenem, hogy a tájfutók is most már nagyon szép eredményeket érnek el a diákolimpián is, az atléták szintén aerobik versenyeken nagyon szép eredményeket érnek el, és ide sorolnám a sakk eredményeinket is, mint sporteredményeket. Biztos, hogy van még, amit kihagytam, tollaslabda is eszembe jut, akik az elmúlt évben nagyon szép eredményeket értek el, de nagy öröm, hogy most már az Ultimate Frisbee is ezek között, a sportágak között szerepelhet, és hogyha azt mondják, hogy apácai, remélem most már hozzá fogják kapcsolni azt is, hogy Ultimate Frisbee. Egy viszonylag fiatal új sportágról van szó, mi az, ami téged megfogott benne leginkább, miért jó ezt tűzni? A szellemisége nagyon megfogott bennem, mert nem olyan, mint a többi sportág, itt nem szidják egymást a játékosok, hanem tényleg jó kapcsolatban állnak egymással, nekünk is több olyan csapattal vagyunk jó kapcsolatban, akikkel egyébként ellenfelek vagyunk gyakran. Milyen tulajdonságok kell ahhoz, hogy valaki jól tudja űzni ezt a sportágat? Mozgékonyság, gyorsaság, hát és ügyesnek kell lenni. Te meglehetősen ügyes vagy, hiszen bekerültél a magyar válogatott keretbe. Milyen volt az első összetartás? Meglehetősen érdekes, mert nem tudtuk senki, hogy mi csináljon, kivel barátkozzon, kivel legyünk jóba, úgyhogy hát igen. Milyen volt a pályán? A pályán még főként ugye csak ismerkedtünk egymásra, ezért nem volt olyan nagy az összhang, mint itt ebben a csapatban. Viszont jó volt játszani a többi magyar jó játékossal, és úgy gondolom, hogy eredményesek tudunk majd lenni versenyeken is. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!